A Péter képviselő urat illeti a szó. Tisztelt miniszterelnök úr, hát nézem a híreket a minap, és azt olvasom, hogy Magyarország két új kórházat is épít. Hát mondom, na végre, megjött az önök józan esze. Aztán tovább olvasom a hírt, és látom, hogy igen, két új kórházat építünk Kenyában. Miniszterelnök úr, most ezt komolyan gondolja? Tehát Magyarországon kórházi osztályokat zárnak be, Miskolcon épp a szülészetet akarják bezárni, a Szent János kórházban gumikesztyűre meg WC deszkára gyűjtenek, a Heimpár gyermekkórházban kamionosok kalapolnak lázmérőre valót, és önök Kenyában építenek kórházat. Tehát Isten bizony, én megnéztem, hogy hát ha az Origó vagy a Lokál írta, mert akkor biztos nem igaz, de sajnos igaz. Miniszterelnök úr, döntsék már el, önöknek most Magyarország az első, vagy Kenya? Vagy Vietnám, ahol önök, a magyar kormány 20 milliárd forintért építenek onkológiai kórházat, akkor teszem hozzá, amikor Magyarországon évente 33 ezer beteg ember hal meg rákban. Az önök egészségügyért is felelős miniszterének, meg van bőr a képén azt mondani, hogy az egész világ irigykedik a magyar onkológiai ellátás láttán. Miniszterelnök úr, egyetért ön ezzel? Egyetért ön azzal, hogy iriglésre méltó 33 ezer embernek a halála? Vagy egyetért ön azzal, hogy a kórházi fertőzésekért a látogatók a hibása? Hát Kásler miniszter úr szerint nem az a baj, hogy nincs készfertőtlenítő a kórházakban, hanem az a baj, hogy van látogató. Vagy azzal egyetért, hogy azért nincs WC papír a kórházakban, mert ellopják. Ugye emlékezhetünk rá, az állami számvevőszék fideszes elnöke mondta azt, hogy a kórházak jó eséllyel ellophatják a WC papírt, miközben nem, hogy nem lopják el, de épp, hogy ők gyűjtenek azért, hogy legyen. Eközben önök arról beszélnek, hogy a magyar egészségügyi ellátás felszereltsége az európai színvonalú. Miniszterelnök úr, az a helyzet, hogy az önök nagyot mondás, népésen szóval pont kitörölhetjük. WC papírral, amely maximum csak akkor, ha viszünk be. Úgyhogy válaszoljon nekem, de őszintén, hova tűnik el az a rengeteg TB, amit a magyar emberek egy életen át befizetnek önöknek, mert hogy az egészségügyben nincs, az hol biztos. Várom a válaszát. Köszönöm. A válaszadásra megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Tisztelt elnök úr, először is engedje meg, hogy megállapítsam, hogy Kásler professzor úr nyilvánvalóan többet tett életében a rákos betegekért, mint az egész Jobbik frakció együttvéve. Ennek megfelelően, ha tiszteletteljesen beszélne, szerintem helyes lenne. Senki nem mentette meg annyi beteg embernek az életét az egész parlamentből, mint a mi egészségügyminiszterünk. Szerintem helyes lenne, hogyha amikor megválogatják a hangnemüket, ahogyan beszélnek róla, akkor ezt a tényezőt is figyelembe vennék. Azt is tudjuk, hogy minden alkalommal, amikor azonnali kérdések vannak, akkor én nem kérdéseket kapok, hanem egy egyszerű epeömléssel és dühkitöréssel van dolgunk. Én tudom önről, hogy ön egy gyógyíthatatlan feltűnési viszketegségben szenvedő ember, és azért nem kérdéseket tesz fő, hanem folyamatosan provokál. Azt tudom önnek ígérni, hogy ahogyan eddig, ezután is jámbortürelemmel fogjuk ezt viselni. Köszönöm, miniszterelnök úr. Viszont válaszra van lehetősége. Jokab Péter képviselő. Miniszterelnök úr, azt nem tudom, hogy Kásler miniszter úr hány ember életet mentett meg, de hogy ön hányat tett tönkre, azt tudom. Az OECD legfrissebb jelentése szerint évente 38 ezer honfitársunk hal meg azért, mert nem jut hozzá időben a megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Önök meg azt mondják, hogy a magyar emberek azért halnak meg, mert nem mennek időben orvoshoz. Hát hol élnek? Hát hogy mennének időben orvoshoz a magyar betegek akkor, amikor már az időpont kérésre is időpontot kell kérni? Ahhoz, hogy a kórházakat rendbe tegyük, éves szinten plusz 600 milliárd forintra lenne szükség. Önök erre az összegre minden évben nemet mondanak, mert önöknek a beteg ember élete az nem számít. Csak egyet jegyezzem meg, miniszterelnök úr, a halál nem válogat. A halál nem kérdezi meg, hogy ki a jobboldali, meg ki a baloldali, mert a jobboldali túléli. Nem. Az önök egészségpolitikájának mi mindannyian az áldozatai vagyunk, miniszterelnök úr, úgyhogy ebből vonja le a következtetést, mert most már csak egy kérdés marad, az, hogy a Fidesz fogja eltemetni a nemzetet, vagy a nemzet fogja eltemetni a Fideszt. Én az utóbbira szavazok, éljen Magyarország, éljenek a magyarok. Köszönöm. A viszont válasz megilleti a miniszterelnök urat is. Kellő szerénységgel kell megegyeznem, hogy miután önök összeálltak Gyurcsány Ferenc pártjával, az egyetlen nemzeti párt az országgyűlésben a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt szövetsége maradt. Azt gondolom, mélyen tisztelt elnök úr, hogy az egészségügy egy komoly dolog, komoly vitát is érdemel. Javaslom, hogy használják ki a lehetőséget, mert mind az államtitkáraink, mind pedig a miniszterünk mindig áll az önök rendelkezésre. Többek között azért,
hogy olyan banális szamárságokat nem mondjon, mint amit az előbb mondott, mert ha megnézi a számokat, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy 2010 óta mi 770 milliárd forinttal többet költünk az egészségügyre, mint az önök újdonsült összebútorozott házastársai, a szocialista párt, akiket lánykori nevükön kommunistáknak hívták. Gratulálok egyébként ehhez a nagyszerű szövetséghez. Köszönöm.